Az Audi gyár vezetője egyetlen egy mondattal leleplezte saját magát és a cég helyzetét. Meg fogod látni, ha egy kicsit is tudsz olvasni a szavak mögött, el fogom magyarázni. Úgyhogy üdvözöllek a mai napi vitaminban, amely segít vállalkozásod fejlesztésében, vagy új vállalkozás elindításában. Ez a titkos helyről vagyok, amire az volt a kérése, vagy javaslatom, sőt nem javaslatom, ajánlatom, hogy aki kitalálja, az első három kap ajándékba egy könyvet, vagy az én könyvemet, vagy az egyik legjobb marketing könyvet, csak a profit számít. Vagy profit oroszlán, tehát oroszlánfalka könyvet, vagy csak a profit számít. Sergio Zeman Coca-Colának a volt marketing vezére írta egyébként. Szóval, ha kitalálod, hogy hol vagyok, és elküld a sikervitamin@sikervitamin.hu-ra, vagy a sikervitamin@sikervitamin.hu-ra, mindegy melyikre, és az első három, amit megkapok, azt fog nyerni egy könyvet. Írd le, melyik könyvet szeretnéd. Ne nagyon tippeljetek, hanem ki lehet találni, annyit elállok. Több jelet elrejtettem, meg tudod találni. Ki lehet találni. Egy kicsit szereted az ilyen Indiana Jones és egy dolgokat, jelek megvannak, oké? Na, szóval, autóipar. Tudod, nagyon érdekes, ahogy hosszan repültünk, igazából reggeli indulástól egészen a szállás megérkezésig, közel 30 órát voltunk úton, tehát nem is gondoltam, hogy ennyire meg fog minket viselni. Engem legalábbis ezen a kis mini hokedlin ülni, amit a repülőkben van, az sok volt ennyi ideig. De mi a lényeg, hogy megnéztem most két részes egy olyan videót, megjelent a másik része, amelyik az autós témában, autós csatornán jelent meg, talált ki, nem fogom nagyon dicsérni őket, ezért nem is mondom a nevüket, hogy ne gyepáljam őket, majd csak amit mondanak arról. És gondoltam már akkor is, hogy annyiféle, hogy mondjam, félrevezető, helytelen dolog volt benne, rossz következtések, rossz kiinduló pontból, hogy mindenképpen ez egy baromi jó tanúság lesz sikervitaminban, hiszen mi nem autós csatornán, hanem sikervitamin, tehát vállalkozás szempontból. Úgyhogy egy pár dolgot helyre fogok tenni ezen a héten, azt gondoltam, csinálok egy kicsit autós hetet, ez mindenkit izgat, de csak úgy, és csak a feltétellel mondtam magamnak igent, hogyha ez a tanulási célzattal lesz. Szóval már majdnem ott voltam, hogy összeírok egy pár videónak a tematikáját, amikor Zoli Papa, az egyik hűséges nézőnk, akit egyébként nagyon tisztelek, mert nagyon sokszor nagyon jó hozzászólásokat tesz, most éppen mellé nyúlva, ilyeneket írt többször is a megjegyzésébe az én videóm alá, hogy nagy hülyeség, mert ugye én tettem egy kijelentést arról, hogy miért is az araboknak megy ki az a sok olaj, elektromos autóval nem menne ki, és erre ő belinkelte ezt a bizonyos videót, amit egy szakértő készített. És akkor annyira fölnál bennem a pumpa, mondom, na erről beszélünk, tengerpart, vagy óceánpart, nem is tudom, már majd kitaláljátok, ide vagy oda. Szóval én azt gondolom, hogy a Zoli Papa így kezdte a hozzászólását, hogy előre elnézést kér, és megbocsájtok neki. Jogos az elnézést kérés, mert rohadtul szarul esik egy szakembernek, akinek egy nem szakember érveit hozzák ellene, avval a feladat, hogy szakember. Elmondom, mire van szó. Szóval, ha te egy orvos vagy, egy nemzetközileg elismert orvos vagy, jó eredményeid vannak, gyógyulnak a betegeid, praxizálsz régóta, akkor van egy szakmai tudásod, tanultad is, meg tapasztalatod is. És ha jön egy, nem tudom, hozzá nem értő nagymama, aki olvasta az interneten, meg látta, nem tudom én, a Júlcsika is elmesélte, meg nagyon ért mindenhez, mondjuk legyen a szakterületed a cukorbetegség, és elmondja, hogy nem úgy van ám az, hanem attól van, hogy barna cukor vagy fehér cukor, és elmondja, hogy amit te mondasz hülyeség, akkor csak azt mondod, hát azért meg kéne már nézni, ki az, aki ért hozzá. És valahogy így ez a Várkonyi Gábor nevezetű fiatalembert hozta fel a Zoli Papa, mint szakértő, és úgy is mutatkozik be, azt hiszem, abban a videóban úgy mutatják be, hogy a Volkswagen szakértője. Én kíváncsi voltam, hogy milyen szakértő, és megnéztem, hát újságíró, legalábbis ezt írja Facebookon magáról, újságíró, meg autók, ennyi van megadva. És azért azt mondtam, hogy hát ide figyelj, Zoli Papa, azért tegyük már helyre a dolgokat. Tehát én a közlekedésmérnöki karon végeztem szakmai kitüntetéssel a legjobbak között, közlekedésmérnöki karon, és utána Volkswagen-nél elnyertem egy ösztöndíjat a kutatásfejlesztésen, ahol a befecskendező programozásán dolgoztunk, a sztori hosszú, és nem akarom mindet elmondani, de az a lényeg, hogy az volt a feladatunk, hogy tesztelni tudjuk a katalizátort, azt pedig úgy tettük, hogy kimaradt egy pár ütembe a befecskendezés, így nagyobb oxigén mennyiség került a katalizátorba, a kipufogó rendszerbe, és ezáltal hőfokváltozás jött létre, és ebből lehetett következtetni, ez csak egy
pár másodperc autópályán adott sebességnél önmagát tesztelte a motor, és az a lényeg, hogy a hőfoksváltásból lehetett tudni a katalizátor hatásfoka milyen, kell-e már cserélni, vagy nem, vagy el van öregedve. A hőfok emelkedésből jött ez ki gyakorlatilag. Hirtelen oxigén jön az izzó katalizátorra, akkor attól függően, hogy milyen az állapota, érted biztos, vagy ha nem, akkor nem is érdekes ez a részlet. Az a lényeg, hogy 89-et írunk, amiről beszélek a Volkswagennél, kutatás, fejlesztés, eléggé, hogy mondjam, érdekes terület, mondjuk úgy, hogy a csúcsa volt akkor. És mindez azért kellett 89-ben, hogy ki a felelősség. Tudni, ha mész egy autóval az úton, és már tönkrement a katalizátor, de gyakorlatilag nem működik, tehát magyarul mondhatni úgy nagyon leegyszerűsítve a nyelvet, nyilván nem akarok szakmázni, szüretlenül megy ki a szennyeződés, annélkül, hogy a katalizátor elvégezni a feladat és elégetni, amit még el lehet égetni, ehelyett kimegy szüretlenül, akkor gyakorlatilag ki a felelősség? Az autóvezetője, akinek már rég cserélni kellett volna, vagy azt mondhatja az autó, tehát nem tehetek rá, ami nem tudom, ha jelzte volna az autó, kicseréltem volna. Tehát itt a felelősségről volt, szóval nagyon érdekes, 89, tehát a Volkswagen foglalkozott ezzel, csak utána valahogy eltűntek az értékrendek, és jött utána a botrány, meg egyebek, nyilván az egy kicsit később jött, tizenvalányi vezetőt, valószínűleg ott az erkölcsök is, mondjuk úgy, hogy lazultak jelentősen azóta. Szóval utána egy országos alkatrész nagykert építettem föl, saját katalógus rendszerünkkel, még az online világ előtt modelles rendése. Tehát azt gondolom, hogyha úgy elméleti diploma és gyakorlat szempontjából, nem tudom, te szedtél le, vagy ez a várkony szerette szét vala a motort, én még bogármotort is szedtem szét, vagy javított esetleg egy torziós rúgót például a bogárnál, nyilván a golfoknál, egyebeknél persze, én a saját műhelyemben több hónapig voltam tanuló, úgymond, és gyakorlatban csináltam, amit az embereim csináltak. Szóval nem tudom, hogyha én szakembernek tartom magam, azt gondolom, hogy jogosan, akkor nehogy már egy újságíró, nem mondok semmi rosszat, legyen szakember egy szakember szavával. Szóval hát nehogy már a bolha csóvárja a kutyát, szóval egy eléggé hülyén néz neki. De nem is ez a baj, hogy nem is a szekintéről van szó. Én arra szeretnélek kérni, hogy gondolkozz. Zoli papa, gondolkozz. Hát te jogos ember vagy, sokszor vitatkoztunk, de sokkal értelmesebb annál, mint egy hülyeségnek bedőlsz. Tele van baromságokkal. Mondok egy példát. Azt mondja ez a szakértő, a Volkswagen szakértője, hogy hát igazából a Tesla, meg ez az elektromos baromság, ez csak azért, mert támogatást kapnak, meg ilyen-olyan szubvenciót, meg új autó támogatást, egyebek. Röhelyes, amit mond. Mármint az igaz, hogy valamelyest kapnak támogatást, akik elektromos autót tesznek, nem csak Tesla, bárkit. A Volkswagen is használhatta volna ezt a lehetőséget. De van egy nagyon fontos dolog. A Volkswagen ma rég nem lenne, ha nem kapott volna 5-ször, vagy 100-szor, vagy 1000-szer nagyobb támogatást, vagy nem kapna most is úgynevezett Abwrack prémia és egyéb támogatásokat. Ha az egész nem lenne, tehát ha nem a 100-szorosát öntötték volna bele az Audiba, pont a Volkswagen meg az Audi csoportnak a logója előtt ülve beszél ez a Várkonyi egy youtuberrel, aki egyébként szinte eddig jobb videókat csinált, mint ez a katasztrófa. Na mindenre majd külön beszélünk, hogy ha van egy értékrended, akkor nem függhet a mögötted levő logóktól. Ez nem esett jól ez a videó. Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy avval érve, hogy az elektromos autó, a Tesla azt élvezi, hogy támogatást kap, 1000-szeresét kapta a Volkswagen, a BMW azért túléljen például a legutolsó válságban, de most is egyébként, amikor lassul, akkor folyamatosan ilyen új csere támogatást kapnak, és egyébként az, hogy azt is mondja például, hogy ugye a politika az tönkreteszi az autógyárakat, ez az, hogy a okokozatot nem tudja ez a srác, fordítva van. Annyit hazudtak, és azt mondták a politikának, hogy ó, lehet ilyen alacsony értékeket megadnotok, határértéket. A politikában egy az egybe az autógyárak érdekei érvényes. Nézzél utána, nem tudom, tud-e ez a srác németül, vagy ki tudtok-e. Nézzétek meg utána a forrásoknak, a tényeknek. Pontosan arról van szó, hogy mivel kompletten hazudtak az autógyárak, ezért elhitették hogy ez ausgebremst, hogy mondja a német, tehát kiszorítva, így van, megpróbálva kiszorítani a többi autógyártót, hogy ők mennyire jól tudnak lenni, mármint a csalásban tudtak jók lenni, és mennyire alacsony értéket tudnak elérni az autóikkal. És ezzel bíztatták kvázi a politikát, tehát a csapdát magának építette az autógyártók, ezt a sász nem tudja. A másik az, hogy én elhiszem, hogy szakértő, mert ráírják a nevét, hogy szakértő. Ugye a Volkswagen-e dolgozik.
De ugyan már nézze meg, hogy a főnöke mit nyilatkozik, ugyan már nézze meg, hogy hiába gyalulja az elektromos dolgokat, már rég nem ez a szél fúj. Hát oda kéne figyelni, mit mond a főnöke, a Volkswagen főnöke. Nézzétek meg egy valóban jó újságírónak, aki egyébként nem is mondja talán autó szakértőnek, újságíró, és tényleg a Karottának a videóját, ahol idézi, nem akarok belemenni, mert ő elmondja jó, jobban, mint én, ő újságíró. Hogy hát a Volkswagen elnöke mondta meg, hogy észnél kell lennünk, mert pillanatok alatt a Nokia sorsára jutunk. Ez a Várkonyi Gábor meg még mindig azt mondja, amit jó, oké, 3-4 évvel előtt ez volt a kiadott parancs, hogy ezt kell mondani, de már nem veszi észre, hogy a főnökem már rég irányt váltott. Nem veszi észre, hogy a saját koncernjében már rég előrébb vannak, mint ő a régi gondolataiban. Szóval ezen a héten egy picit szétszedjük ezeket a gondolatokat, mert egyrészt nagyon sokat lehet belőle tanulni, másrészt ugyan már nem hagynám, hogy sok baromsággal tömjétek a fejeteket, hogyha van a sikervitaminben egy autós szakértő, közlekedési szakértő. Szóval mi lett volna a Volkswagen, mi lett volna a többiekkel, ha nem lett volna a támogatás, és ha most sem lenne támogatás. Azon kívül olyan érdekes dolog, ugye, hogy egy korábbi videómra írta ezt a Zoli papa indokként, és nem tudom megmondani, de soha sehol nem hallottam azt a gondolatot, ami magamnak jutott eszembe, hogy gondolkozzatok el azon, hogy itt van ez a kis Európa, és ott vannak az arab államok, én jártam Dubájban, és ott vannak 200-300-400 torony van, olyan torony, ami Európában 1-2 van, tehát toronyházak, ezeket mind mi építettük az olajból. És én azt mondtam, hogy azért lenne fontos a magyaroknak, atomerőmű kettő egyebek, az elektromos autóbevezetés, hogy ne oda folyjon ki a pénz. Erre azt mondja, nem tudom, az én videómra reagáltam, mert máshol nem hallhatta ezt, de azt mondja erre a gondolkodásra ez a Várkonyi Gábor szakértő, hogy hát most jobb az, hogyha Kínának adjuk ugyanezt a pénzt a lítiumért, meg az akkumulátorokért. Ebben megint kettős hiba van. Vagy megvezetés van, nem gondolom, hogy rossz szándékú. Egyszerűen csak nem jó dolgot mond. Vagy nincs meg az, ami nekem, mert ugye az egyetem nem diplomát kaptam, hanem gondolkodásmódot. Ezt sokan elfelejti. Tehát nincs meg ez a logikája lehet. Na mindegy, az a lényeg, hogy számolj utána, én a héten ki fogom veled számolni. Szerintem fele, de inkább negyede vagy ötöde, idővel meg tizede az, amit mi az elektromos autóba építendő lícium és egyéb nyersanyagokért adunk, mint amennyit olajért adunk. Egy adott autó adott futás teljesítményénél, vagy az élettartamánál, mind a kettőt meg fogjuk nézni. Tehát eleve rossz. Tehát azt mondani, hogy ó, hát most jobb az, hogyha 1000 eurót adunk ennek, vagy inkább adunk egyet annak. Tehát az arányok nem jók. Tehát igaza van, hogy most innentől kezdve nem az arabokhoz fog folyni pénz, de töredéke fog folyni a kínaiaknak. És a többség, amiről beszéltem, itt marad Magyarországon. Teljesen elvtelen gondolkodása az, amikor azt mondja, hogy hát azért jó fenntartani a robbanó motort, mert meg a dízelt, meg a benzint, mert így van jövedéki adó. Hát most milyen értékrend az, most vagy környezetet akarjuk megmenteni, vagy ilyen napon lehetne támogatni az alkoholizmust, mert annak is nagy jövedéki adója. Miért nem rúg be mindenki? Szóval egyszerűen baromság, amiket mond. Fú, borzasztó. Szóval én azt akarom kérni tőled, ne higgyél nekem se. Gondolkozz a saját eszeddel. A másik meg az, amikor arról beszél, hogy 10 milliárdokat lekötött a BMW akkumulátorokra a kínai szállítóktól, meg azt hiszem Samsungtól, vagy valamelyiktől, tehát ezek koraiaktól is. Igazából nem 10 milliárdokat, csak líciumban azt hiszem 560 milliót, nem milliárdokat, de az a nyereséghez képest az bagatell, ami volt eddig. Szóval itt is a logikai hiba van. Nem akkumulátorokat kéne drága BMW lekötni, meg Volkswagen, meg Audi, hanem akkumulátorgyárakat építeni kéne, és csak a líciumot kéne megvenni hozzá. Úgy beszél erről, mintha ez egy tragédia lenne. Ugyanez a youtuber mondja egy korábbi videójában, hát nem tudja miért, amikor felsorolja az európai elektromos autókat, de hát a Renault, együtt a Nissan, ugye az összefonódott cég, hogy a Renault Zoe a legtöbbet eladott autó eddig, vagy a legelektromos autó Európában. Nem tudja miért. Hát tök egyszerű, mert a Renault megértette az időszelét. Ebből fogunk tanulni a héten. Szóval én remélem, hogy megvan benned az a szakmai büszkeség, ami bennem is megvan, hogy a hét szentségét, tehát nehogy már a firkász rossz érveit, akár Zoli papa, vagy bárki velem szembe hozza. Hát azért legyünk már észnél, hogy tehát gondolkozzunk sok baromság mellett. Na, úgyhogy
én meg fogom neked mutatni, hogy hogy érdemes gondolkozni, és mit tudsz tanulni belőle. És mi az, amiről kezdtem az egészet, az Audi. Az Audinak nem tudom megmondani dátumilag, mikor utána tudsz nézni, tengerparton nincs is jelentőség ennek, meg nálad se, de azt mondta az Audinak az elnöke, hogy 2025-ig vagy 23-ig 25 márkát hozunk ki, és mi leszünk a benchmark az elektromos autózásban. Mit jelent ez? Azt képzeld el, hogy van egy piacvezető, mondjuk a, nem tudom én, az Apple, és van egy nem tudom, akármilyen ötödik rangú méretben kisebb gyár, és azt mondja, mi pedig jövő évben, vagy 5 év van mindegy, benchmark leszünk a telefon, a smartphone-ok között, és megelőzzük a semmiből, nagy lemaradással, rossz irányú fejlesztések mellett, megelőzzük az Apple-t, és megelőzzük a Samsungot, mi leszünk a benchmark. A benchmark ugye az a ipari top, amihez méri magát mindenki. Ebből látszik, hogy nagyon-nagyon elkeseredett és nagyon-nagyon buta önképpen rendelkeznek. Egy igazán győztes, az nem mond ilyet, sose hallhattad azt az Apple Steve Jobs-tól, vagy ettől a Elon Musk-tól, hogy majd mi megelőzzük ezt meg azt. Ő magához definiálja saját magát, és ez a lényeg a retorikának, hogy a retorikát meg kell tudnod értened. Ha valaki azt mondja, hogy a lemaradásunkkal és rossz irányba fejlesztésünkkel valami benchmark leszünk, a körülbelül 100-szor gyorsabban haladó és előrébb levő másikhoz képest, akkor az valószínűleg az én tudata, ha ezt komolyan gondolta, az nagyon-nagyon-nagyon rossz helyen van. És az a baj, ha az én tudatod rossz helyen van, akkor a céljaid és sem megfelelően fogsz küzdeni. Ahhoz egy igazi jó önképednek kell lenned, ez pedig nem az. Úgyhogy érdekes megérteni ezeket a dolgokat. Gondolkozz, tehát az a vágyam, hogy gondolkozz. Ilyen volt például, itt vagyunk ezen a helyen, még nem állom, hogy hol, amíg nem lesz meg a 3 nyertesem. Itt vagyunk ezen a helyen, és beszélgettem az unoka testvéremmel Kanadából. Ide jöttünk együtt, hogy találkozzunk. És szó-szó, ugye is magyar, ugye szó-szót követ, és ugye nemzeti. És például belegondolt a retorikában az, hogy nemzeti ez. Micsoda nemzetgyilkos dolog? Hogy lehet azt mondani, hogy nemzeti oldal? Mert nem vagyok Fidesz hívő. Másik oldalé sem, ugye ez a másik fontos dolog. Ezért én kívül vagyok a nemzeten, mert a nemzeti oldal ők, mi meg nem. És nem tudom, érted, amiről beszélek. Ugyanez igaz az Audinak, mondom, ez a bizonyos megjegyzésére, Audi főnökének, hogy mi leszünk a benchmark, tehát a nyomorban lévő, lemaradt, töketlen kutya mondja, hogy én leszek az első. Ugyanígy a nemzet. Tehát észre kell venni, hogy minket folyamatosan a kommunikációval manipulálnak. És ezért nem tudsz más tenni, csak kell ezzel gondolkozni. Meg kell nézni, hogy ki az, akinek hiszel, ki az, akiből eddig visszaigazolta a valóság a véleményét, és ki az, akinek hiszel, és akinek elhiszel a véleményt. Úgyhogy ez volt, ami egy kicsit ilyen érdekesebb, meg indulatosabb volt, úgyhogy egy csomó dologról fogunk beszélni vállalkozás szempontból. Mert azt gondolom, és akkor itt jön a mondani valom lényege, azt gondolom, hogy mind az Audinál, mindennél a szakértőnél egyszerűen totálisan fals a kép a környezetükről és saját magukról. És ez nagyon fontos, hogy neked legyen egy valódi képed. Nagyon fontos, hogy gondolkozz. Nagyon fontos, hogy olvassál több könyvet. Nézzél több jó videót. Ne ilyeneket, mint ez a kétrészes. Nézd meg! Tehát ajánlom, hogy nézd meg, és írd meg, fedezd föl benne a hibákat. Akkor fedezd föl. De nézd meg azért a Karottának a videóját is. Ha már autóst akarsz, mondom, én nem autós videót és csatornát csinálok, de nézd meg a Karottának a videóját is. Ő nagyon jól elmagyarázza. Nagyon jól fölépített, úgyhogy előtte nem figyeltem, nem tudtam, ki ez a Karott, ami a YouTube-on van, úgyhogy a tévét előre nem nézek. Sokat nőtt a szememben. Ő tényleg egy szakember. Tényleg megtesz, hogy utána néz dolgoknak, és nem a mögötte levő logók sugallatával beszél. Na jó, hát szerintem ezt túl beszéltük. Úgyhogy talán azt lehetne még mondani a végén, hogyha már fontos az, hogy mit látsz a környezetedről, és mit látsz magadról, és talán a kettőnek az összefüggésére lehetne azt mondani, vagy lehet azt mondani, hogy ez a te értékrended. És az értékrendednek is helyén kell lenni. És ebben a videóban is elhangzik, és ez is nagyon kiverte a biztosítékot, hogy hát milyen hülyeség például, ezt mondja egyébként Andi Scheuer, ugye a bohóca a német kormánynak, egyébként meg mellékállásban ugye közlekedési miniszter,
mondja, hogy hát nincs szükség a 130 km-es sebességkorlátozás a Németországhoz autópályán. Szóval, és utána ez a youtuber is azt mondja, hát igen, igen, szerintes butaság. Szóval én azt gondolom, hogy attól leszel te egy egység, akit követnek, hogyha mindig ugyanaz értékrended. Ha változik az értékrend a logóktól függően, és gondold végig, ha valaki és legtöbbször azért nem kis autókat, nem Clio-val, hanem egy 5-ös, 7-es BMW-vel, vagy egy X-el, vagy nem tudom, akármivel, valaki 180-nal megy az autópályán, az simán 15-16 liter vagy a fölött fogyaszt. Szóval most vagy környezetvédők vagyunk, ahogy mondja ez a youtuber, hogy ő aggódik a fákért, meg a környezetért, meg a tóceán mindenért, vagy nem. Tehát nem lehet, tehát hogyha nincs egy nagyon szilárd, és ez a vége a mai videónak, nincs egy nagyon szilárd értékrended, ami független minden széltől, szponzortól, logótól, akkor nem fogsz olyan eredményt elérni, ami lehet, hogy kicsiben, de olyasmi, mint az Elon Musk, vagy a Steve Jobs, vagy bárki, ugye felborítja a szél a kamerát. Szóval legyen egy nagyon erős értékrended, legyen egy erős identitásod, önképed, és a külvilágról is legyen egy képed, ami nem egy homályos, jó, így is látom valamennyire, de egy igazán jó, éles szemüveged. És nyilván csak arra figyel, ami neked fontos. Szóval, na mindegy, biztos érzed, hogy rendkívüli emóciókat keltett a hülyeség. Érdekes, hogy azt tudtam legjobban, vagy a butaság legjobban fölkelteni bennem mérget. És nem tudom, hogy ez szándékosan vezetik az embereket, vagy tényleg ezt gondolják, amit mondtak. Mind a kettő rossz. Úgyhogy a héten megnézzük kicsit tények szempontjából, hogy hogyan érdemes gondolkodni, és hogyan tudsz bele tanulni, mert azért azt látnod kell, hogy én is találkoztam nagyon sok olyan céggel, aki a múltjára alapozva biztatja saját magát a jövővel szempontban, ahelyett, hogy tenne valamit. És itt erről van szó. És nagyon érdekes, hogy most már a Volkswagen új elnöke legalább kimondta, hogy vagy azonnal sarkon fordulunk, vagy Nokia sorsa jutunk. Ugyanaz volt az Agfánál, vagy Kodaknál bármelyiknél. Jó? Tehát kíváncsi csak a véleményedre, kíváncsi csak, mert megnézted azt a videót, és milyen hibákat találtál benne, én el fogom mondani, mi az, amiket én komplett őrültségnek, hibának tartok benne, és kíváncsi csak a véleményedre egyáltalán arról, hogy ma mit lehet elhinni, és mit nem. Na, szóval, ja, és várom a vélemény, de e-mailben ne írd ide bele a videó alá, hogy te mit gondolod, hol vagyunk. Elállok annyit, hogy ha egy kis Sherlock Holmes, vagy egy kis Indiana Jones, meg amit tőlem föl lesz az utóbbi napokban, összerakod, akkor pontosan tudod, hogy hol vagyok. Na, sok sikert, ciao!